21. részéből olvasom a 10. verstől a 31. versig. Derék asszonyt kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura a szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz, távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad házanépének és rendelkezést szolgálóinak. Az a szándék a mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait, érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a guzsajt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít és eladja, ővet is ad el a kalmának. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják. Ura pedig dicséri. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen. A kegyelem Istenet egy áldotta az igéjét, hogy Istennek beszéd alakozzék szívünkbe gazdagon. Mi pedig sok áldott gyümölcsöt teremjünk a dicsőségére, jöjjetek imádkozzunk. Úristen, örökké való is mindenható vagy. Íme egybegyűltünk itt is a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónus felé visszük áldozatokat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseinket. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárzat tanulunk. Mindazáltal Urunk bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jövőségünk minél. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörű rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színedet, hogy egyszülött fiatba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén a felől, hogy hit által részeségé lehetünk a te bennek jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Bűneink megvallása, hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes választát az ő igéjéből, amikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. 389-es számú énekünkre dicsérjük Istenet, a 389. énekből is három verszakot énekeljünk. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényes. Thank you.
helyre, Urunk, ha belépünk, akkor meg kell mérni a testünk hőmérsékletét. Azt énekeltük az imént, hogy hőimát szeretnénk neked mondani. Te tudod, hogy milyen a hőmérséklete a mi szívünknek, a mi hitünknek, a mi veled való kapcsolatunk, vajon mennyire lángol, mennyire vagyunk eltelve a te jelenlétettől, közelségettől, tudunk-e egyáltalán hőimát mondani. Segíts, hogy felfokozódjon ez a hőség ott belül. Segíts, hogy átérezzük mindannyian azt, hogy a te gyermekeid vagyunk. És hogy gyermekként, mivel tartozunk neked, és mit köszönhetünk neked. De hadd férjen bele ebbe a neked szóló hálába és köszönetbe, ami földi gyermekségünknek a megköszönése. Hiszen mindannyian voltunk gyermekek itt a földi világban is. Mindannyiunkra vigyázott valaki, odafigyeltek ránk, szerettek és szeretnek sok esetben. Az a kegyelem, hogy még mindig itt vannak édesanyák, nagymamák, a szülők, és szerethetnek, és körül ölelhetnek, és támogathatnak minket. Így áldott azért, hogy így alkottad meg ezt a világot, hogy egymásra bíztad a föld lakóit, és így áldott, hogy mindenek felett ott vagy te, mint mennyei atyánk, aki ki tudod pótolni azokat a hiányokat, amik abból fakadnak, hogy a szülők már elmentek, vagy valami miatt távol kerültünk tőlük, vagy pedig sosem volt igazán jó, vagy régóta igazán nem jó már a kapcsolat. Hát, hogy minden ilyen sebb nálad gyógyuljon, és általad nyerjen megoldást. Urunk, bocsáss meg mindazért, ami elmaradt gyermekként, amit megtehettünk volna szülők felé, de halogattuk, de vártunk valamire, és aztán talán túl késő lett. De tudod, Urunk, hogy mennyi ajándék, mennyi áldás, de mennyi feszültség is lehet ezekben a kapcsolatokban. Te mutass nekünk utat az ünnepléshez, az igazi közösséghez, az örömhöz és az együttléthez. Urunk, te vagy mindig a példa, hiszen sokszor földi szülőként néhány gyermek között is eltévesztjük a megszólítást. Mi mégis név szerint ismersz minket, bár nagyon sokan vagyunk a gyermekeid. Mégsem kevered össze azt, hogy kinek mire van szüksége, és tudod, hogy hogyan vezess bennünket, az, hogy engedjük magunkat vezetni, az, hogy legyünk végig életünk során gyermekek, a te gyermekeid, és legyünk mindig hálásak neked és földi édesanyánknak, nagymamáknak. Hát meg együtt létünket, életünket, könyörülj rajtunk, nyisd meg előttünk a te ígédnek, tárházát és táplálj bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Amen. A 414-es számú énekkel készülünk az ige hallgatására. A 414. számú éneknek és három verszakát énekeljük, nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
30. verset. Hogy miképpen szól Isten hozzánk a példabeszédek könyve 31. részének 28., 29. és 30. versében. Elolvassunk, hallgassuk figyelemmel és alázattal. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják. Ura pedig így dicséri. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a váj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretlen. Hogyha elválasztanánk a költészetből két részre a verseket, azokra, amelyek a nőkről szólnak, az anyákról, a szerelemről, és mindarról, ami a nőiességhez, vagy a női léthez tartozik, és a másik részbe tennénk azokat, amik másról szólnak, akkor eléggé jól látszana, azt hiszem, hogy mekkora nagy részt tesz ki a irodalomból, és ezen belül a költészetből is az a vers tömeg, úgymond, azoknak a verseknek a száma, amelyeket a nők ihlettek, anyák, vagy szerelmek, vagy bármilyen más összefüggésben a női lét. A héber nyelvnek is megvan a maga költészete. A Bibliában ugyan nem olyan nagyon sok költői irat van, de van egy sajátos héber költészet, amely abból áll, vagy abban mutatkozik meg, elsősorban az a lényege, hogy a vers végek rímeljenek, hanem az a fajta költészet a héber nyelvnek egyik sajátossága, amikor valamit meg akar énekelni, úgymond valamiről írni akar, ami magasztos, ami fontos, akkor azt azzal fejezi ki, hogy a kezdőbetűk az ABC-re ennyit követik. Van néhány ilyen irat, néhány ilyen rész a Bibliában, aminek ez a jellegzetessége, hogy a héber ABC betűire épülnek, annak a kezdőbetűit követik sorrendben. Amikor idáig eljött a gondolkozásban, akkor felrémlett valami, és visszakerestem, és igazam volt a tavaly anyák napján, de egész időszakban, akkor még ilyen számítógépes online közvetítésben mentek az istentiszteletek, de akkor is egy ilyenszerű részt választottam, akkor is egy ilyen részt talált meg, mondjam talán inkább így, a 119. Zsoltár. Az is egy ilyen költészet, egy ilyen zsoltár, ahol nem egy egyesével, de ugyanígy a Héber ABC 22 mássalhangzójának a sorrendjét követik a zsoltárnak a mondatai, csak hát ott az egy leghosszabb zsoltár, ott sokkal több vers kezdődik ugyanazzal a betűjével az ABC-nek. Mi a különös ebben? Annak a 119. zsoltárnak a felirata így hangzik, hogy a törvény magasztalása. Ennek a mostani résznek, a 31. Példabeszédek könyve 31. részéből a második egységnek, a címe pedig az, hogy a derékasszony dicsérete. Egyértelműen látszik tehát, hogy akkor nyúlnak ehhez a, mondjam így, hogy költői eszközhöz a Biblia írói, amikor valamit magasztalni, dicsérni akarnak. A törvény magasztalása. Ez engem nagyon sokszor elgondolkoztat, hogy a Bibliának a leghosszabb részét, a 119. Zsoltárt erről a témáról fogalmazták meg, magasztalják benne a törvényt. Tudjuk-e egyáltalán mi ezt elképzelni, hogy lehet a törvényt magasztalni? Mit tudunk kezdeni? Mit kezd a mai ember ezzel a információval, ezzel a zsoltárral, ahogy tetszik, hogy magasztaljuk a törvényt. Nyilván, hogy mi nem a törvény időszakában vagyunk, hogyha az egyházi életet nézzük, hanem az evangélium időszakában, az Ószövetségben volt nagyon hangsúlyos a törvény,
ma inkább az örömhírt, a Jézus megváltását hangsúlyozzuk. De ettől még meggyőződésem, mert nekem nagyon sokat segített életem során, ez a 119. Zsoltár, meggyőződésem, hogy lehet vele valamit kezdeni. Igenis, megmutatja a törvénynek az értékét, megmutatja a törvénynek a szerepét, és segít abban, hogy komolyan vegyük Istennek az akaratát. Ugyanígy feltehető a kérdés a 30. rész második egységéről, ami pontosan 22 versből áll, a 10-től a 31-ig. Megint csak a héber ABC betűinek a sorrendjében kezdődnek az eredeti nyelvben a mondatok. Mit kezdjünk ezzel 3000 év távlatából? Van, akinek ez a derékasszony dicsérete túl sok. Na, nem kell túlzásra vinni, mindig a fejébe száll a dicsőség, ami az ünnepnek. Van, akinek azért túl sok, mert azt mondja, hogy miféle nő ideál, miféle nőkép jelenik meg, nagyon erősen rajta van annak a pecsétje, annak a kornak, amelyben íródott. Hát ennyit kell valóban dolgoznia, és az a derékasszony, aki mindenhol ott van, és szinte nem is alszik, és mindent kézben tart, és így tovább. Hát nem, majd általán nem ez a nő ideál. Mások azt mondják, hogy ez túl kevés, egészen más dolgokat kellene megírni benne, hogy mi tartozik hozzá a nőiességhez, vagy éppen az anyossághoz. Ne felejtsük el, hogy úgy, ahogy a törvény magasztalása sem azért íródott meg, hogy annak minden szava, mindenkinek az életében valóra váljon, úgy a női életnek a dicsérete, a derékasszonynak a dicséretének sem az a célja, hogy akkor ezt maradéktalanul mindenkinek be kell tölteni. Ez Isten akarata, hogy pontosan így éljen minden nő. A dicséretnek amúgy sem az a lényege, hogy teljes képet adjon az életről, vagy éppen a nőiségről, a nőiességről. Hanem az a célja, hogy kiemeljen valamit belőle. Kiemelje azt, ami elismerésre méltó. Középre helyezze, magasra emelje azt, amire érdemes odafigyelni, ami fontos. És ha megnézzük ezt a 34. részt, megint mondom, ennek a második feléről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy valóban értékeket helyez középpontba, és ezek az értékek igenis kiállják és kiállták az idő próbáját. És ezeket különösen fontos hangsúlyozni, mert ma már annyiféle érték van. Ma egyre nehezebben igazolni, mindent értékként kínálnak. A legújabb, bocsássák meg nekem, de értelően ez jutott eszembe, tegnap előtt láttam, nem is tudtam, hogy mosolyogjak, vagy mérgelődjek, hogy már a vécepapírnak is nagyon megkapó reklámja van a tévében, hogy ez mekkora értéke. Persze, hogy szükség van rá, de azért nem biztos, hogy így kell ezt értékként közvetíteni. Most nagyon sok mindennel, tehát így vagyunk, hogy a világ árasztja felénk azokat, amiket értéknek kellene tartanunk. És egy nehezebben igazodni, hogy mi a valódi értékek. Ezért fontos az, hogy itt az igéből meglássuk az értéket, nyilván a teljesség igénye nélkül, de azokat, amiket most az ége elénk hoz, azokat nevezzük nevén, és vegyük észre azoknak a valódi súlyát. Mert ugye az értékek is sokfélék vannak közöttük, csillogók, egyből szembetűnők, és vannak szerényebbek, olyanok, amikről nem igazán szoktunk gondolkozni, beszélni, és talán pont ezek azok, amikre nem kerül elég hangsúly, nem fektetünk elég hangsúlyt. No, akkor vegyük sorba, hogy az írója ennek a bölcsesség szövegnek, ennek a könyvnek megfogalmazza, elénk tárja ezeket az értékeket. A versek sorrendjében nem 22-t, hanem néha bokrosítani fogom a verseket, és ennél kevesebb értéket sorolok fel. Az első szakaszban megjelenik a bizalom és a hűség. Azt mondja, Ura szívből bízik benne, egész életén át javát munkája annak, javát munkája Urának, nem kárát. A bizalom és a hűség két olyan érték, aminek a tekintetében talán nem állunk nagyon jól.
Mondom, már a Biblia korában van egy ilyen mondat, hogy a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert kitalálhat. Mert hogy a jóság az a hűségnek az előszobája, a kezdete. A hűség az ilyen értelemben több, tartósabb, hosszabb. Ki az, aki méltó a bizalomra és a hűségre? Ki az, aki tudja nyújtani a bizalmat és a hűséget? Mert a legtöbb esetben az történik, hogy belefáradunk. Nem tudunk mindig hűségesek lenni, de legalábbis úgy érezzük, hogy ez túlságosan fárasztó. Vagy csalódunk a másikban, aki felé bizalommal voltunk, vagy aki iránt hűségesek voltunk, és úgy érezzük, hogy nem érdemli meg, miért legyek én hűséges, miért legyek én jó, mi értelme van ezeknek az értékeknek. Nos, testvérek, az anyaság tipikusan egy olyan életforma, ahol ezek a legtöbb esetben nagyon markánsan jelen vannak, a bizalom is és a hűség is. Ugye tudunk mindannyian példát mondani olyan helyzetekre, amikor a gyermek eljátsza az anyának a bizalmát egyszer, tízszer, százszor, tékozló fiúvá lesz, és a szülő még mindig reménykedik, még mindig bízik benne, még mindig be lehet neki adni úgymond meséket, mert hogy erre van valahogy kalibrálva, ahogy ma mondjuk sokszor, erre van beállítva az anyai szív, hogy bízzon a gyermekében, hogy a jót feltételezze róla, hogy hozzá kapcsolódjon hűségesen, mert hogy az egyik leghűségesebb kapcsolat az pont az anyának a gyermeke felé irányuló kapcsolat. A házastársi, a szerelmi kapcsolatok azok nagyon sokszor megszakadnak, barátságok tönkre mennek. Az anya azonban nem nagyon szokta cserbe hagyni a gyermekét. A Szentírásnak is van ilyen mondata Ézsaiás könyvében, hogy hát elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön néhe fián. És nyilván kívánkozik utána a válasz, hogy nem. És a folytatás az, hogy ha elfeledkeznék is, én rólad el nem feledkezem. De ez, ha elfeledkeznék is, az valahogy azt sejtetik, hogy ilyen nagyon ritkán, nagyon kivételes esetekben fordul elő. A bizalom és a hűség tehát tanulható, gyakorolható és anyaságban nagyon erősen jelen van. Lehet és érdemes tehát erre hangsúlyt fektetni, és érdemes igenis középpontba állítani és dicsérni. És hogyha úgy érezzük, hogy csalódtunk és bajunk van, akkor anyaként és bármilyen más élethelyzetben mehetünk a forráshoz. Hiszen Istentől kapunk hűséget, és Isten tanít bizalomra, ő az, aki újra és újra tékozó fiakként bizalmat szavaz nekünk, és kész megbocsátani. Engedelmes volt haláláig, mondja az újszövetség Jézusról, mégpedig a keresztnek haláláig. De ez ugyanígy érvényes a hűségre is. Nem futamodott meg, amikor egyre közelebb került a kereszthez, a szenvedéshez, hanem vállalta hűségesen, és bízva abban, hogy érdemes volt, imádkozott az őt keresztre juttatókért, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A következő egységben a szorgalom jelenik meg. Szerez gyapjút és lent, jókedvűen dolgozik kezével. Igen, a szorgalom is egy olyan érték, amit tulajdonképpen Istentől nyerhetünk el újra. Ő az, aki megtanít minket újra és újra. Jézusnál látjuk ezt nagyon szépen, amikor azt mondja egy alkalommal, hogy az én Atyám mindezt egy munkálkodik, én is munkálkodom. Nem igaz az, hogy a mű kész van, az alkotó pihen, hanem éppen, hogy Jézus azt tanulta a mennyben, és azt a mintát hozta le a földre, hogy az Atya munkálkodik, és én is munkálkodom. Fáradhatatlanul, megint csak az anyasságot teszünk be, de nem véletlenül az anyai szorgalom és odaadás, amivel munkálkodnak.
diakonisszáknak van egy ilyen jelmondata, ami sokszor a hanyaságban is megjelenik, hogy jutalmam, hogy tehetem. Kívülről nézve úgy néz ki, hogy ez rettenetes. Állandóan szorgoskodni, állandóan jelen lenni, mutatni éjjel-nappal, küszködni és megtenni, amit lehet. És igazából ez a hozzáállás segít, ez a úgymond diakonisszai hozzáállás, a szeretett szolgálatnak ez a hozzáállása, amit az anyaságban szépen nyomon követhetünk, hogy jutalmam, hogy tehetem. A következő a fáradozás. Ha az a szándék a mezőt vásárol, keze munkájával a szőlőt telepít, megkeményíti derekát, megfeszíti karjait, és így tovább. A szorgalommal összetársuló fáradozás, megint egy olyan érték, ami nem kimondottan piacos a mai világban. Ma mi az, amit igazán jól el lehet adni? Az, ami úgymond a fáradtságot megkíméli. Nagyon jól mennek a különböző gépek és eszközök, hogy minél kevesebbet kelljen fáradni, mert nem szívesen fáradunk. És a reklám az csújkolja belénk, hogy jár nekünk a szabadság, jár nekünk az élvezet, a kényelem és sok minden más, csak éppen nem a fáradozás. Testvérek, vajon látjuk-e azt a megfeszített munkát, amire mondjuk anyaként vagy nagymamaként, vagy szülőként szükség lehet, mert hogy ebben hatalmas munka van. Gyermekként sokszor csak azt látjuk, hogy megint tiszta lett a ruha, megint van kenyér és sok minden más finomság az asztalon, de hogy emögött mennyi fáradtság van, mennyi odaadás, odaszánás, mennyi éjszaka, vagy éppen hajnal, vagy sötét esti munka, azt nem látjuk és nem mindig fogjuk fel, hogy honnan lett mindaz. És benne van ebben az egész történetben ráadásul, hogy a fáradtság az nem olyan, ami reflektorfényben zajlik, hanem háttérmunka. Az éjszakáknak a munkája, a házon kívül, vagy éppen házon belül való munka, tehát ott, ahol a többség nincs jelen, amíg iskolában van a gyermek, vagy óvodában, vagy munkában van a házastárs, addig mennyi minden történik otthon. És milyen sokszor azt kapja, hogy hát te itthon voltál egész nap, bezzeg én, mondja a másik fél, mennyit kellett szenvedjek és fáradjak. Az önösságban érezzük ezt meg talán, hogy nem a reflektorfény a lényeg, hanem az alapvető dolgok azok sokkal inkább a háttérben, mélyen titokban dőlnek el és történnek meg. A következő, ami megjelenik az igében, a jótékonyság. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegényeknek. Megint egy nagyon szorosan összekapcsolódó a nőiességgel és az anyasággal. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindezek nem lehetnek meg és nincsenek meg sok esetben, és nem jelentenek értéket a férfiak életében, félreértés ne essék. De most mégis az anyákat szeretnénk elsősorban köszönteni, és sok esetben ők azok, akik ezt igazán felmutatják. A másokkal való együttérzésből fakad tulajdonképpen a jótékonyság. Nagyon sokszor van ilyen, akár költészetben is, de a valóságban is, hogy egy anya például a háború idején azért segített egy idegen katonának, mert tudta, hogy az ő fia is valahol a nagyvilágban hányódik, és hátha ott is akar egy édesanya, aki gondjaiba veszi, és akire számíthat. Valahogy így fonódnak össze a szálak, és ez a jótékonyságnak az egyik lehetséges mozgatórugója. Nyilván ennél tovább is kell menni, mert a jótékonyság alapja Jézus, aki gazdag lévén szegényé lett, érettünk, idézzem az igét, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjuk. Mert jó, hogyha érezzük, hogy tagjai vagyunk egy nagyobb családnak is, és felelősséggel tartozunk, nem csak a szűk családunk iránt, hanem a messzebbiek iránt is, és ezt nagyon jól szemlélteti sok esetben az édesanyai magatartás. Következő, amit kiemelnék, az az előrelátás, nem is én, hanem az ige emelik igazából. Az
Azt mondja, nem félti házanépét a hóeséskor, mert egész házanépe meleg ruhába öltözött. Még mielőtt eljött volna az a bizonyos hideg, már gondoskodni tudott és gondoskodni kell mindarról, ami majd következik. Ez az előrelátás, hogy megint nagyon fontos szülői és ezen belül anyai tulajdonság. Amikor még nem esett le a gyerek, de már odanyúlunk, mert látjuk, hogy a következő pillanatban baj lehet. Nagyon sokszor van szükség ilyen előbbre látásra, hogy megsejtjük, hogy mi fog következni, hogy éppen jól tudjuk és arra fel is készülünk. Ahogy Jézus felkészíti a tanítványokat mindarra, ami vár rájuk. Ők még sokszor nem is értik, hogy mi történik körülöttük, de Jézusnak gondja van arra, hogy mindent időben átadjon, mert hogy tudni kell majd a megfelelő pillanatban, és fel kell készülni a jövőre. Úgy is mondhatnánk, és nagyon erősen megjelenik ebben az egész szakaszban az, amit ma így nevezünk, hogy menedzsment, hogy megfelelőképpen kezelni az erőforrásokat, és megtenni mindazt, időt, energiát, csapatmunkát belevonni, hogy jól működjenek a dolgok. Nagyon sokszor a családi életnek is megvan, meg kell, hogy legyen a menedzsmentje, hogy beosztani a pénzt, és beosztani az időt, és végére érni dolgoknak még a megfelelő pillanatban, mielőtt igazán nagy baj lenne. Itt is megjelenik az igében a férj, megjelennek a gyermekek, megjelennek a szolgák, megjelennek a rászorultak, ezt mind jól kézben tartani, hatalmas munka és igazi menedzseri feladat. Sokféle feladattal kell sokszor egyszerre megküzdeni. Majd a rövidesen következő műsorban is ezt látjuk, hogy mennyiféle szerepben van jelen az anya az ember életében. És ezt mivel megint mondom, nem csak az anyára érvényes, de ez az egység és sokféleség együttese az, ami most különösen megragadott engem ebben az igében, és úgy általában ebben a hónapban is ezzel tervezek foglalkozni, hogy is van ez a kettő együtt, hogy egyszerre meg kell, hogy legyen az egység, de az egységben tudunk és lehetünk sokfélék, hogy kell is lennünk sok esetben. És olyan szép az, ahogy ebben a történetben azt látjuk, hogy odafigyel a részletekre ez a bizonyos derékasszony, az apróságokra, de nem beszél a részletekben, hanem tud egységben és távlatokban gondolkozni. Ez a kettő együtt igazán nagy feladat, és igazán dicséretre méltó, amikor ezt meg tudjuk élni. Hogy nem csak nagy dolgokat látunk, nem csak ilyen országos ügyekben tudunk gondolkozni, hanem a legkisebbet is észrevesszük, de mégsem leszünk ez apróságokban, hanem látjuk, hogy ez az egész hova fog elérkezni és hova fog kifutni. Nem is folytatom testvérek az értékek felsorolását, hiszen talán meg sem tudjuk jegyezni őket mind. Nem is ez a lényeg, hanem valahogy azt éreztük meg, érezhettük meg talán az elmúlt percekben, hogy azok az értékek, amik itt megjelennek, azok nem a hétköznapi, a nyilvánvaló, a sziporkázó, a szembetűnő értékek, nem a hétköznapiak, hanem olyanok, amik odaszállást igényelnek, olyanok, amik belső értékek, elsősorban kincsek, amelyek kiállják az idő próbáját. Meg is jelenik itt a végén csalóka, a báj, mulandó, a szépség, az urat félő asszony dicséretre méltó. Vannak tehát olyan értékek, amik külsők, amik az idő próbáját nem állják ki, és vannak belső időtálló értékek, igaz, ezzel sokkal több fáradtság, besződés, odafigyelés jár együtt, de ezek azok, amik megmaradnak. Hogyha igazi értékeket látunk és terjesztünk, akkor az segít abban, hogy a helyén kezeljük azokat az értékeket, amik ma divatosak. A szépséget, a gazdagságot, a sikert, azokat, amikre nagyon sokan hajtanak, és emiatt sokszor talán az anyaság is sérül, vagy éppen meg sem történik az, hogy valaki anyává válik. Mert a siker az anyagi
előre lépés az első helyre kerül, és majd ráérünk esetleg még családi életen gondolkozni. Ezt mindenki fontos, hogy ne tévesszük szem elől a célt és az oda vezető eszközt, de az Urat félő asszony dicséretlen méltó. Keresztény emberként a célunk az, hogy Isten országába érkezzünk meg. Ezért mindezek az értékek Istentől kérhetők el, és Isten által kaphatók meg. Tulajdonképpen az egész példabeszédek könyve erről a Istennel való együttjárás értékéről és bölcsességéről beszél. Ezzel kezdődik az első rész, hogy az Úrnak félelme a bölcsesség a kezdete, és ezzel végződik itt a 34. rész végén, hogy a lényeg az Isten félelem és a vele való együttjárás. Mert onnan tudjuk feltölteni a hiányzó készleteinket, és úgy tudunk igazán értékes életet élni. Olyan szép testvérek, ahogy itt megjelenik ebben az igében a egymás értékelése, és ennek nagyon nagy szerepe van a kölcsönös megerősítésnek. Ahogyan a nő értékeli a férjét is, ahogyan a férj értékeli a feleségét, most csak az utóbbit olvasunk fel, Ura pedig így dicséri, sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. És ez a szembetűnő ebben az ige szakaszban, ahogyan megtörténik ez az elismerés és a megerősítés, a dicséret, amire szüksége van minden házastársnak, minden embertársnak. Azt látjuk, hogy a nő tettekben mutatja ki az ő nagyra becsülését, elismerését, a férfi pedig szavakban. Általában fordítva történik, hogy fordítva várnánk. Ugye a nő az, aki inkább könnyebben beszél, és könnyebben fejezi ki szavakban az ő értékelését, a férfiaknak pedig ez nehezükre esik, sok esetben inkább a tettek mezeire lépnek. De pont az érdekes itt az igében, hogy nem az történik meg ebben a vonatkozásban, ami könnyebb lenne, hanem az, amire a másiknak szüksége van. Úgy dicsérem, hogy megértse, úgy dicsérem, hogy érezze, hogy valóban neki szól. Férfiként úgymond megerőltetem magam, és szavakba öntöm a dicséretet. Nőként pedig olyan könnyű lenne elmondani, hogy mit gondolok, de tettekkel mutatom meg az értékelést. Testvérek, nem azt akarja kifejezni ez a rész, ami miatt nagyon sok kritika éri mostanában, hogy hát ha így él egy nő, akkor az már gyakorlatilag robotmunkába savanyodik bele. Egyáltalán nem a besavanyodásnak a képe jelenik itt meg. Egy olyan nőnek a képe, aki tisztában van a saját értékeivel, és aki, ha nem is mindegyiket ezek közül, de hát meg tud élni belőle, azok mind értékek, megmaradó, a gyermekek következő nemzedékek életébe belevésődő kincsek lesznek. Testvérek, mai alkalommal legyünk készek arra, hogy imánkban hálát adjunk mindazért, amit megkaphattunk az édesanyáktól, nagymamáktól, a szülőktől, és legyünk készek arra, hogy elkérjünk újabb adag, idézőjelben mennyei kincset, és értéket, és ajándékot, és lehetőséget, hogy megéljük az Istennel való kapcsolatot is, és megmutassunk abból minél több értéket a körülöttünk levőknek. Isten az, aki tud minket, és akar formálni, vezetni, aki közeledést tud adni családon belül és azon túl. Ne mondjuk azt erre, hogy jaj, hát ez egy 3000 éves ige, úgy sincs ma ilyen, hanem éppen, hogy lássuk meg akár a részletekben a lehetőséget, az ajándékot, az alkalmat, hogy értéket közvetítsünk és nyereségre fordítsuk, hogy egymást értékeljük, egymást elismerjük, segítsük, és így tudjuk igazán ünnepelni akár világnapját, akár apák napját, és a családok közösségnek az együttlétét, közösségét, kincseit, értékeit.
Válaszoljunk a hallott igével a 412. énekkel, a 412-es számú éneknek 5-3 verszakában. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Felismerjék az önösságnak
értékét, áldását, azt, hogy az anyagi gyümölcs egy utalom, hogy megmaradjon a földön, ami életünk és a következő nemzedékek is tudjanak téged dicsérni mindaddig, amíg te teret és életet adsz ennek a földnek. Nagyon köszönjük, hogy együtt lehetünk, hogy úgy tudjunk egymás felé elismerő szavakat mondani, hogy ezt igazán fogadni tudja a másik, értse és értékelje. Könyörgünk, Urunk, a beteg édesanyákért, azokért, akik most a gyermekei gondozására szorulnak, a családtagjai gondozására. Köszönjük a közelmúltban megtapasztalt anyai szeretetet és jóságot. Könyörgünk azokért is, akik akár az elmúlt napokban, hetekben, akár már években mérhetően vesztették el az édesanyát, a feleséget, a családtagot, vagy vigasztalást és erőforrást számukra, hogy pótlódjanak vissza az elvesztett személyek, és mindazok az értékek tőled megkaphatók legyenek, amiket általuk kellett volna, hogy megkapjunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, Jézus Krisztusért kérünk, légy velünk minden napján életünknek. Amen. Amen. Csendesedjünk el és magunkban imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatjuk a megkésünkkel. Amen. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országunk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a kicsőség mindenki. Amen.